Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható július hónapban a bak jegyében születetteknél? Először is megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Az indiai számítás szerint itt a bak jegyében mozog Plútó bolygó. Ez jelenti a belső erődet. Jelenthet szexuális témákat. Plútó jelenti azt is, hogy mennyire fontos most lezárni valamit az életedben, és mivel Plútó bolygó visszafele mozog, itt természetesen a múltról van szó. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő kapcsolatok, változások, döntések. Szaturnusz bolygó ugyan még a vízöntő jegyében van, de visszafele halad és visszatér a bak jegyébe. Ez kihat a sors utadra, azt is jelentheti, hogy valami vagy valaki visszatér hamarosan az életedbe. Jupiter bolygó az indiai asztrológia szerint a halak jegyében van, és Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, most élhetsz ezekkel a lehetőségekkel. Jupiter bolygó gyakran kihat egy bírósági ügyre, itt most előre mennek, folyamodnak az események. Mars bolygó a kos jegyéből hat, ez nincs jó hatással a bak jegyére. Ez jelentheti a fáradtságot, a kimerültséget, de azt is, hogy védeni kell magadat, hiszen vannak külső befolyások, támadások. Merkur bolygó és Vénusz bolygó a bika jegyéből hat, ez a Föld eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint a bak jegye, itt megvan a harmónia, szerencse, a párkapcsolatot, a szerelmet illetően, ez lehet egy jó hír, egy előnyös szerződés, de Merkur bolygó hamarosan áttér az ikrek jegyébe, ami ettől a naptól kezdve bizonytalanságokat vált ki, különösen, ami a kommunikációt illeti. Július elején az indiai számítás szerint a nap még az ikrek jegyében van, itt oda kellene figyelni valamire, de ez a távolság olyan a bak jegyétől, ami szintén bizonytalanságokra utal, nem látsz át a dolgokon, viszont úgy július közepétől a nap áttér a rák jegyébe, és az pontosan szemben áll, akkor majd tükröződik számodra, valami láthatóvá tesz valamit, ami fontos számodra. Július 13-án teli hold van, Nunki csillag hatása alatt. Nunki csillag jelent egy helyet, ami erőt ad számodra, és pontosan oda szeretnél oda érkezni. Ez lehet a hivatásod, a párkapcsolat, a lakhelyed. Július 28-án új hold van, légy visszahúzódó, meditálj bizonyos dolgok felett. Itt vagy iskolázásról van szó, vagy kapcsolatokról. Július 29-én Plútó bolygó megáll, utána visszafele halad. Ez jelenteti a lehetőségeket, hogy valami vagy valaki visszatér a múltból, segít neked. De ha bírósági ügyről van szó, akkor úgy egy pillanatra megállnak az események, utána visszafele kell tekinteni, még átvizsgálni valamit. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák, de mielőtt ezt elmondanám, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez egy általános kivetés. Te kérhetsz tőlem egy személyes jóslást,
A díjam 3500 forint. És most megtekintjük a kártyákat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. Fölötted nincsenek kártyák. Az jelenteni a te gondolataidat. Az utalhat arra, hogy most nem engeded meg az, hogy mások bepillantsanak a gondolataidba, a terveidbe. De ez lehet egy jó ajánlat is, ha valamit tervezel, akkor ne beszélj erről, légy titokzatos. Te itt vagy a szélén, a kártyalapnál, és eltekintesz a kártyák felől. Az azt jelenti, hogy jelenleg számodra minden túl sok. Te nem akarsz odafigyelni bizonyos dolgokra, mert eltekintesz ettől. Ez a férfi jelentheti a lelki társadat, vagy a férfiakat. Az ő feje fölött megjelennek az ő gondolatai, és itt mutatják a kártyák. Te egy vonalban vagy ezzel a férfivel, itt a kapcsolatban lesznek változások, hiszen a gólyák utalnak változásokra. Itt megvan köztetek az életerő, mert te adsz erőt számára, vagy ő ad erőt számodra, és itt mögötte megjelenik a szív, akkor is, ha ő eltekint ettől. Mégis ott van a közelben a szeretet, a szerelem. Ő gondol rád, de itt melletted megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, hogy ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát ő fél attól, hogy elveszít téged, hogy valaki elrabol téged. Itt hamarosan lesz egy kellemes meglepetés, hiszen ezt tervezi, itt látható a feje fölött ez a virágcsokor. Ez egy ajándék, vagy egy kellemes meglepetés, ami erőt ad mindkettőtök számára, és itt a kála virág azt jelenti, ő szeretne valamit tisztázni, és ez kihat a szerelemre, és kihat az anyagiakra. De mivel eltekint a szerelemtől, és megvannak a gondolatai, a tervei, meg az elvárásai is, ő arra vár, hogy te jelentkezz nála, és ha megvan itt újra a kapcsolat, és ebből merít erőt, akkor itt lesz egy ajándék, lesz egy kellemes meglepetés. Ő nem csak rád gondol, hanem itt előtte ezek a kártyák utalnak az ő munkájára, az ő hivatására, hiszen ez a kártya ezt szimbolizálja. Itt a munkahelyén vannak problémák, hamis személyek, vagy valaki, aki megbántotta őt, és a kassa ezt elvágja. Az jelentheti azt, hogy ő elbúcsúzik ettől a munkahelytől, és keres új munkát. Itt vannak a munkahelyi változások, vagy ezzel a kasszával eltávolítja ezt a személyt a környezetéből, és ki akar lépni ebből a helyzetből, és itt lesznek munkahelyi változások. A kereszt az jelenti azt, hogy a sors utatok kereszteződik, és itt van egy kármikus kapcsolat kettőtök között, ahol le tudtok itt horgonyozni, és a gyűrű jelenti ezt a kapcsolatot, és itt lesznek változások a közeljövőben, de ez a kereszt jelenti a döntéseket is, amikor elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihat kettőtökre, tehát a párkapcsolatra, de kihat a munkára, a hivatásra is, és a gyűrű jelenthet szerződéseket,
és a gólyák jelentik ezeket a változásokat. Mint mondtam, az egerek el tudnak valamit távolítani. Az egerek egy vonalban vannak a hegyjel, és a hegy jelenti a problémákat, a gondokat, a korlátozásokat. Ez elmúlik, hiszen az egerek ezt eltávolítják, és akkor itt van ez a kellemes meglepetés, ez a virágcsokor, és kihat a szerelemre, kihat erre a párkapcsolatra. Itt az egerek környékén megjelenik ez a kígyó. A kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, de jelenthet egy nőt is. A kutya pedig szimbolizálja a barátságokat, tehát itt egy barátnőről van szó, de mivel az egerek eltávolítanak valamit, és te eltekintesz ettől a barátnőtől, az jelentheti azt, hogy eltávolodtok egymástól, és te lezársz bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat, vagy ez a barátnő búcsúzik el tőled. De mivel megjelenik a nap, és az jelenti a valóságot, a sikereket, a vonzó erőt is, az is lehet, hogy bizonyos barátságok lezárulnak, de lesznek itt új kapcsolatok is. Itt előre mennek az események, és ez szerencsét hoz. De itt a mozgás és a szerencse között megjelenik a felhő, ami azt jelenti, hogy július elején még valami átláthatatlan. Lehet, hogy ez a barátság, ez a barátnő ilyen hatással van kirát, hogy valamit mond számodra, és nem látsz át a dolgokon. De lesznek változások, hiszen itt lesz a szerencse. Ez a felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet, vagy fél éven belül itt lesznek a változások, a siker, egy spirituális terület, a gyógyító erő, és itt a mozgás, ami szerencsét hoz. Ez a mozgás lehet sport, vagy autó is. De mivel itt valami átláthatatlan, azért légy óvatos, hiszen a kígyó alatt megjelenik ez a könyv, és az jelentheti azt, hogy ez a nő valamit eltitkol előled, ezért valami még átláthatatlan. De a könyv jelentheti a tudás, vagy a továbbképzést is, és a kígyó a gyógyító erőt, tehát ezen a területen lehet egy továbbképzés, lehet, hogy ez a hivatásod, itt van a nyilvánosság, ahol megkapod az elismerést, ez a gyermek utalhat a gyermekekre, de egy új kezdetre is, és a ház vagy az otthonodra, a környezetedre, a családra, de lehet egy magáncég is, ennek a kiépítése, ez az új kezdet, és itt a madarak jelentik a beszélgetéseket, a kommunikációt, itt van a szerencse, egy jó hír, és az utak jelentik a döntéseket. Az utak alatt ez a hajó a reményt, vagy jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Ez az út lehet egy belső út is, egy spirituális terület, és itt ez a levél jelentheti a szerződéseket. Itt a koporsó utalhat egy bírósági ügyre, egy örökösödési ügyre, itt családi témákról, vagy ingatlanról van szó, itt lesznek a döntések, de ez a koporsó azt is jelentheti, hogy lezár valamit, lezárul valamit, ezzel a kulccsal bezárod ezt az ajtót, lezárod a múltat, és utána lesz egy új kezdet, a gyermek szimbolizálja ezt az új kezdetet, és akkor itt ezzel a kulccsal kinyithatod ezt az új ajtót, ezek a lehetőségek, és a hajó jelenti ezeket a reményeket, itt vannak a döntések. A hajó persze utal külföldi kapcsolatokra, utazásokra is.
Ami fontos, itt a szerelem, a megbecsülés, a halak jelentik az anyagiakat, vagy a belső értékeket. Itt az anyagiak mellett megjelenik ez a fa, ez jelenti a gyarapodást, a növekvést, a rendet, tehát rendeződnek az anyagiak, amit a fa még jelenthet egy gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a hivatásod, ezen a területen dolgozol, és így pénz jön a házhoz, vagy valami rendeződik az anyagiakat illetően. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét július hónapban itt látható. Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, kicsit eltekintesz az események felől, de azért légy óvatos, ne beszélj arról, hogy mit, hogyan tervezel. Ő fél attól, hogy elveszít téged, holott itt van a hőség. De ez a kutya jelenti a baráti kapcsolatokat, mint például ezt a barátnőt. Bizonyos kapcsolatok lezárulnak, lesznek új kapcsolatok. Itt a csillagok jelentik a szerencsét, itt előre mennek a dolgok, itt is látható a szerencse. Ez a felhő fél évet jelent, hogy fél éven belül beköszönt az életedbe ez a szerencse, itt vannak a sikerek, itt lehet tudás, tanulás, a gyógyító erő, egy spirituális terület. Második hét július hónapban itt látható, a téli hónapokban voltak nehézségek, korlátozások, de az egerek eltávolítják a hegyet, tehát itt rendeződnek a dolgok, kiépül valami. Ez a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy is. A nap jelenti a sikert, itt kiderül az igazság, és a virágcsokor jelenthet egy kellemes meglepetést, azt is, hogy ő szeretne valamit kiépíteni, ez egy kreatív tevékenység, vagy amit a virágcsokor még jelenthet, egy magánvállalkozás. Itt lesznek új kapcsolatok, változások, itt megjelenik a park, jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, itt van a tudás, a tanulás, a továbbképzés, a gyermekek, vagy egy új kezdet, és beszélgetések, jó hírek, ami az otthonodat, a környezetedet, a szomszédokat, vagy a családot illet. Harmadik hét július hónapban itt látható, itt megvan köztetek az életerő, a kapcsolat, itt le tudtok horgonyozni, lesznek fontos döntések, egy új irány, változásuk, nem csak ami kettőtöket illet, hanem ami a munkát és a hivatást illeti. Itt tisztázódik valami, kaptok elismeréseket, vagy lehetőségeket. Itt ez a levél lehet egy hír, de lehetnek szerződések is. Itt lezárul ugyan valami, de kinyílik egy új ajtó. Itt lesznek fontos döntések, különösen ami a munkát, a hivatást illeti. Utolsó hét július hónapban itt látható, ez a férfi gondol rád, itt lesznek változások, egy kellemes meglepetés, és vannak nála félelmek, hogy téged itt elveszik. A munkahelyén vannak problémák, csalódások, furcsa személyek, ezt le akarja zárni. Ő eltekint ugyan a szív elől, ami jelenti a szerelmet kettőtök között, de vár arra, hogy legyen újra itt egy kapcsolat, vár arra, hogy te jelentkezz nálam. Ha így van, akkor lesz itt egy kellemes meglepetés, vagy ő megajándékoz téged valamivel, hiszen ezt tervezi. Itt rendeződnek az anyagiak, megvan a gyógyító erő, a remény, a külföldi kapcsolatok, utazások, vagy egy spirituális terület, fontos döntések, beszélgetések, itt van a szerencse, és a kulcs jelenti azt, hogy légy magabiztos,
azon kívül nyisd ki ezt az ajtót, ezek a lehetőségeid, ami a külföldi kapcsolatokat illeti, ami a szerelmet illeti, ami az anyagiakat és a gyógyító erőt illeti. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!